Az év vége közelettével, a karácsonyi ünnepek közelettével nem csak az ajándékokat figyelik a vállalkozók, hanem azt is, hogy sikerül-e valami kis ajándékot az adórendszeren keresztül elérni maguknak, illetve a vállalkozásuknak. Van-e mód valahogyan a keletkező adók optimalizálására, legális, jogos törvényes úton csökkentésére? Erről a kérdésről beszélgetünk ma vendégünkkel, Marjai Gyulával, a VOZ Budapesti és Pestmegyei Regionális Szervezetének vezetőjével. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszöntöm Önt és az Ugló TV minden kedves nézőjét. Igen, évvége felé számot vett egy vállalkozó, hogy mit tettem jól, mit tettem rosszul, körülbelül hogy állok. Bízom benne, hogy minden vállalkozónak jó könyvelője van és ezáltal mondjuk a novemberi adatok lassan rendelkezésre állnak mindenhol, és a vállalkozó elé oda tudja tenni a könyvelő, hogy ennyi volt a bevételed, ennyi volt a költséged, körülbelül most ennyi lesz a nyereséged, uram, bocsá, esetleg ha valami probléma volt, akkor a veszteséged. Az is nagyon fontos, hogy esetleg veszteséget optimalizáljunk itt az év végén, mert ha véletlen valami történt ebben az évben, akkor még itt az utolsó napokban esetleg lehet valamilyen termelés növekedéssel, vagy éppen egy előrehozott szállítással árbevételt növelni. Mert nagyon fontos, hogyha egy cég veszteséges lesz mondjuk egyesztendőben, nem biztos, hogy a következő évben, ha éppen hitelér fordul, pályázaton szeretne indulni, az egy kedvező indítást fog neki adni de maradjunk az adókedvezmények, Ilyen. illetve adó alapkedvezményeknél, amit én azt mondom, hogy érdemes még most áttekinteni. Mi, mit érdemes rögtön megnézni? Mik a triviális megoldások? Rögtön érdemes megnézni, ha és amennyiben nyereségesek vagyunk, egyéni vállalkozó esetén természetesen egy személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, tehát, és a KFT-k, zrt esetén, betéti társaságok esetén pedig ugye társasági adófizetési kötelezettséget hogy lehet csökkenteni. Hát az egyik legújabb és 2017-től élő kedvezmény, helyesebben mondanak, nem 2017-től él, csak módosították, eddig ugye 30 millió forintig a mikro, kis és középvállalkozások a beruházásaikat adóalap kedvezményként is elszámolhatták. Tehát magyarul kétszeres költségleírás, ha most nagyon egyszerűen fogalmazok, vált lehetővé. Ez a határ kinyílt, tehát nincs felső határa a beruházási kedvezmények elszámolhatóságának. Tehát magyarul, ha ebben az évben egy vállalkozó vagy még a hátralévő időszakban úgy gondolkodik, hogy vásárol egy olyan tárgyi eszközt, ami nagyon fontos, a termeléséhez, szolgáltatásához közvetlenül kapcsolódik. Nem az iroda részére karosszéket, nagyon fontos ez is, hanem mondjuk a szállítási részlegnek teherautót, a termelési részlegnek képet berendezés, stb. Akár, hát még akár az ingatlanba is gondolkodhatunk, mert az is ide tartozik. Annak a teljes összegét, adóalap ki figyelembe veheti ebben az évben. Nagyon fontos megjegyezni, hogy nem vihető tovább ez a kedvezmény. Tehát ha ő 30, ne, vagy maradjunk az 50 millió forintos beruházásnál, ezt végrehajtott és nincs ennyi nyereség adó alapja, vagy éppen személyi adó, vállalkozói adó akkor bizony az az összeg elveszett. Tehát ezt is érdemes megnézni, hogy körülbelül mi az a nagyságrend, főleg ha osztható egy beruházás hogy két gépet szeretnék vásárolni, akkor lehet, hogy az egyiket érdemes idén megvásárolni, mert az teljes összegében le tudom írni, a társasági vagy éppen vállalkozói jövedelem adó alapomból, még a másik képet mondjuk január 5-ével, mert azt majd a következő évi eredményem terhére fogom kétszeresen elszámolni, még egyszer mondom, mivel ugye egyszer elszámolom adókedvezményként, másképp pedig majd amortizációként, költségként le fogom írni. De ugyanilyen például a kutatásfejlesztési tevékenység. Itt azért fölhívom mindenkinek a figyelmét, hogy nem csak az, amikor saját magam kutatgatok és valamilyen dokumentumot készítek róla, ehhez azért kell egy együttműködési szerződés valamely felsőoktatási intézménnyel, valamely kutatóintézettel. Tehát itt már egy kicsit jobban utána kell járni a dolgoknak. És hát a leg, hogy mondjam, sajtó ö, igényesebb ö, kedvezmény, az úgynevezett TAO kedvezmény, amiről a sajtóban sokat lehet olvasni. De ez, ez, amivel sportegyesületeket, sportegyesületeket lehet látványcsapatsportokat, tehát ez itt a nagyon lényeges történet, de a sokan elfelejtik, hogy a művészeti tevékenységet is, nem csak a filmgyártást, hanem akár a színházi produkciókat és a színház művészetet, tehát a kultúrát is lehet egyenesen támogatni a társasági adó terhére. Nagyon fontos, hogy ennek igen komoly bizonylatolása van, tehát itt aki erre adja a fejét, és minden további nélkül adhatja, mert ugye a társasági adó akár 80%-áig mehet ez az kedvezmény, tehát semmibe nem kerül a vállalkozónak egy forinttal se többe, sőt, ő neki még további kedvezmény jár, amennyiben ez felajánlja a kultúra, vagy éppen a látvány csapat sportok támogatására, de ennek igen komoly administratív kötelezettségei vannak, amelyet én nagyon javaslok, hogy a könyvelő szakértő segítségével állítson össze egy vállalkozó, mert utólag ez biztos kőkeményen ellenőrzésre kerül ha az adókról beszélgettünk, akkor most képzeletben lépjünk át már a 2018-as évre. Sok adó szabály változott meg, változtak a különböző adókonstrukciók igénybevételének feltételei is. Hogyan érdemes nekifutni a következő évnek adóformát választani egy vállalkozásnak? Számolni kell. Tehát én mindig azt javaslom, hogy ahogy az előbb is mondtam, hogy az évvégi elszámolásnál is, és a következő év tervezésénél is a könyvelővel, adó tanácsadóval üljön le a vállalkozó, a vállalkozást vezetője, hogy hogyan gondolkodjunk a következő évre. Természetesen ez függ, egy, függ attól, hogy mekkora a vállalkozás ö, volumene, nagysága, ő egy mikro, foglalkoztat-e alkalmazottat, vagy nem foglalkoztat -e alkalmazottat, bővíteni kívánja -e a termelését, ö, Gépekkel, berendezésekkel, vagy éppen létszámmal, már amennyiben kapsz a képzett munkaerőt. Sajnos ugye már beszéltünk róla a piacon, de ez jelen pillanatban elég jelentős probléma, de érdemes eltekinteni évvégével, mivel lezárunk egy esztendőt. De vannak kö, például kötelező dátumok is, hogy az egyszerűsített vállalkozói adót, ha valaki 2018-ra választani szeretné, annak van még egy ö, kis ideje, mert december 20-áig kell bejelentkezni, hogyha ő evát szeretne választani a következő esztendőre, vagy éppen az evából ból ki szeretne lépni 2018-ban. Az EVÁ-nál az alapfeltételek nem változtak, maradt a 30 millió forintos bevételi felső plafon, és maradt a 37 százalékos EVA, amivel ugye <coughs> hát kiváltom a, azokat az adónemeket, amiket hát eddig is kiváltottunk. Relatíve magas az adó, de ugye akinek nincs költsége, még mindig megéri ezt az adónemet választani. Jelentős változás volt a Kiva esetében is. Igen, ez az az adó nem, amelyet. Ez a kisvállalkozási kis adó nem keverendő össze a Katával, ami csak ugye 12 millió forintig alkalmazható egy esztendőben. Tehát a Kiva igen, igen, nagy mértékben. Csökkent maga az adótétel is. 2018-tól már csak 13% a kiva, százal, a kiva adó, amelyet ugye a kifizetett bér jellegű ö, költségek után, valamint a vállalkozói adózás előtti eredmény után, tehát a nyereség után kell kifizetni. Nagyon javaslom, hogy mindenki számoljon. Ugye ezt az adónemet 500 millió forint árbevételig, illetve 500 millió forint mérlekfő összegig lehet alkalmazni, tehát ha egy cég ezen belül van, illetve 50 fő Foglalkoztatott alatt. Itt átlag létszámot értünk természetesen, éves átlag létszámot. Tehát érdemes számolni. Van egy kalkulátor egyébként a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján, ami ne, nem olyan egyszerű, de egy könyvelő, egy adószakértő segítségével ki lehet számolni. Én a műsorra készülvén számoltam egy kicsit, és nagyon érdekes számadatra bukkantam hogyha például van egy vállalkozónak 10 millió forintos, 12 millió forintos eredménye évvégén, és van neki 10 alkalmazottja, akiknek azért a minimálbér fölött fizet, mondjuk évi 26 millió forint kifizetéssel, ő neki körülbelül az adója a normál társasági adói szoc, szociális hozzájárulás fizetése mellett, szakképzési hozzájárulás fizetése mellett, mert ugye ezt a három adót váltja ki, közel 7 millió forint lenne, ha kivált alkalmazza, 3,5 és 4 millió forint között megáll. Nagyon fontos, hogyha kivált alkalmaz, akkor nincs szakképzéshez kapcsolódó kedvezmény, társasági adó alapmódosító előbb említett kedvezmények, tehát az természetesen ezek mind kiesnek, de látja, illetve látják a kedves nézők, hogy akár majdnem a felére, de 30-40 százalékkal is csökkenthető, természetesen nagyon optimális esetben, és ezért kell számolni, még egyszer megismétlem számolni, évelején, ha erre az adó nem rá át szeretnénk térni. Meglehetős dzsungelnek tűnik a laikusnak mindenképpen az adó jogszabályok összessége, de hát sokszor a benne élőknek, az, az azt alkalmazóknak, vállalkozóknak, sőt adott esetben, ne adj Isten, még a könyvelőknek is. A VOLSZ eddig mindig adott tanácsokat, illetve különböző fórumokat szervezett, ami az eligazítás segítette, gondolom így lesz ez most ezekben a jelentős változásokban is. Így igaz, 2018. január hónapban, ahogy elindítjuk az évet, most már hagyományossá vált, hogy január második felében, hogy egy kis tapasztalata legyen a könyvelőknek is, meg jobban rálássanak az új adó jogszabályokra, ismételten meg fogjuk rendezni az adófórumunkat szokásosan a NAV vezetőivel, a NAV szakértőivel, tehát magyarul tényleg első kézből fognak tájékozódni a vállalkozók, vagy tudnak tájékozódni a vállalkozók és azok könyvelői, amennyiben eljönnek az adófórumunkra. Erről az adófórumról természetesen a voszkmrs.hu honlapon tájékozódhatnak a kedves nézők, illetve vállalkozó társaink. Pontos időpontot még nem tudok mondani, de január második felede szerintem addig még a vállalkozó sarokban ki fogunk erre térni. Még egy fontos megjegyzés lenne, hogy ter a, hon a honlapunk mellett írlevenünkre is föliratkozhatnak, ahol viszont például jövő héten a cégkapuról olvashatnak, ami eh, hát működik is, meg nem is. Ugye már a múltkor beszéltünk róla, eh, és körülbelül van még két hete a cégkapunak, hogy a működését megkezdje. Eh, itt nekem továbbra is vannak komoly kérdőjeleim eh, a következő két hétre vonatkozóan, de még bizakodó vagyok, mert ellenvéleményt nem kaptam. Viszont Természetesen a vállalkozókat a hírlevelünkön keresztül folyamatosan tájékoztatjuk erről is. Valamint van egy új, új együttműködésünk Budapest főváros kormányhivatalával, akinek a, akikkel a vállalkozók felé történő nyitásban adminisztrációs terhek csökkentése érdekében egy, hogy mondjam, együttműködést kezdeményeztünk. Ennek első lépései, hogy a hírlevelünkön keresztül sok kormányhivatali, kormányablakhoz kapcsolódó információt fogunk szolgáltatni a következő esztenőben. Köszönöm szépen az információkat, és egy kis nyugalmat és békességet kívánok a vosz is, illetve a gazdasági szakembereknek az ünnepek idejére. Nagyon szépen köszönjük, ránk fér. Én pedig természetesen minden kedves nézőnek és minden vállalkozónak békés, boldog, áldott karácsonyi ünnepeket, és természetesen, ahogy ez szokás vállalkozóknál, eredményes, boldog új esztendőt kívánok.